A diafilmese filmek tárában vagyunk, de nem csak a mesék celluloid filmszalag tárában, hanem az eredeti rajztestek gyűjteményében is. Itt láthatjuk a filmszalagok képkockáit egyenként megrajzolva, megfestve, az eredeti grafikákat, a történet egyenként megfestett, megrajzolt illusztrációit, amelyekből aztán végül összeállították a képes mesét, azaz a diafilm szalagot. Ebben a kisfilmben szeretnénk bemutatni önöknek azt a technikai sokszínűséget, amelyek az OSK több ezres diafilm rajztest gyűjteményét gazdagítják. A legjellegzetesebb technikák közül említeném elsősorban az akvarellt és a temperát. A képek túlnyomó többsége ezekkel készült, például Pál György plakátművész grafikáival, az 50-es évekre jellemző szociál stílusban tiszta, keveretlen színeket használt. Példáként említeném itt az Ütközet a krumpli földön című filmet, amit 1955-ben készített, majd ezt követte, ahol már kevert színek is megjelentek, hát ez inkább akrillal készült, a Jelki András kalandjai 1956-ból. Akril technikát még megemlítve, ide tartozik Németh István grafikáival készült Cili cica tejuton 1961-ben. Az 50-es évektől kezdődően az ismeretterjesztő, az oktató és a híradó jellegű diafilmek egyaránt megjelentek, felnőttek és diákok részére. Ezeket leginkább fekete-fehér fotókkal illusztrálták, műszaki rajzos grafikonokkal és ábrákkal is kiegészítve. Példaként említeném itt a Műanyagok ki a jövő 1955-ből, a Magyar világmárkák 1959-ből, valamint egy oktató anyag, a Hogyan fényképezzünk. Milyen különleges technikák fordulnak elő még a gyűjteményben? Az egyik legkülönlegesebb Lévai Nóra textilművész munkájával készült képsorozat, a Betlehemes és az Egyszer egy királyfi 1989-ből. De más különleges technikák is előfordulnak. Példa a letisztult tusrajz és a tussal kombinált vegyes technikákra, a Szántó család egy munkanapja 1964-ből, Gerő Sándor grafikáival. A diafilm gyártó vállalat megrendeléséhez nem tartozott kötött technikai, képi megjelenítési elvárás. A művészek egyedi saját technikákat, saját művészi kifejezési formákat mutathattak be. Ezt az értékes anyagot lehet itt kutatni a fotótár gyűjteményében.